Tisztelt honfitársaim, hölgyeim és uraim! Középkori Magyar Királyság az Árpádház uralkodása idején Európa egyik vezető, rendkívül stabil, meghatározott küldetéstudattal rendelkező birodalma volt. Az Árpádház, amelyet a Turul dinasztiának, a Szent Királyok nemzetségének neveztek eredetileg, a saját korukban, fennállása alatt kialakított és megerősített egy olyan államot a Kárpát-medencében, amelyet sem a német-római császárság, sem a kijevi Rusz, sem pedig Bizánc nem volt képes megtörni, de még csak politikailag befolyásolni sem. Szuverén állam volt. Nagyon kevés nemzet mondhatja el ezt magáról. Hamarosan megnyíló királyok és szentek, az Árpádok kora kiállítás egy rendkívül nehéz, kihívásokkal teli, de izgalmas és különösen fontos eredményekkel kecsegtető kutatás kezdete. Ahhoz vezethet, hogy még jobban megismerhessük az árpádházi uralkodóink és árpádházi szentjeink történetét, örökségét, és ezáltal megerősítsük magyar identitásunkat. Legyünk büszkék arra, hogy ez a csodálatos kiállítás méltó otthonra talált Székesfehérvár szívében. Köszönöm a kiállítás megálmodóinak és megalkotóinak odaadó munkáját, és bízom abban, hogy a tárlatnak köszönhetően az elkövetkező hónapokban látogatók tömegei szerezhetnek mélyebb ismereteket felemelő történelmünkről. Köszönöm a figyelmüket! A legendák visszatérnek. Árpádkori kiállítás Székesfehérváron. További információk www.arpadok.hu